Jó hír, hogy a hagyományokhoz hűen az esztendő végén megjelent még karácsony előtt a Vár, a Vörös Marti Társaság irodalmi és közéleti folyóirata. Ezúttal az irodalom kedvelőket is sikerült a szerkesztőknek meglepni, hiszen az évad zárásaként egy dupla számmal gazdagodhattak. Az új lapszámot Pép Maklári Éva és Pálfalvi András ajánlotta az olvasók figyelmébe. Az országosan is ismert és elismert Várban ezúttal is a kortárs magyar irodalom alkotói jelentkeztek műveikkel, itthonról és a határon túlról, emellett a 100 évvel ezelőtt született M. Tóth Istvánra is emlékeznek a festőművész különleges grafikáival. Olyan rajzok jelennek meg benne, M. Tóth Istvánnak a rajzai, amelyek eddig soha sehol nem jelentek meg, most itt először, és ez nyilván nagyon szép a folyóirattól, mert ez egy emlékezés, hiszen 100 éve született, és ezzel egy kicsit a születésnapjára is tisztelgünk. A folyóirat tematikája nem változott, az alapértékek, a versek, a szép próza, az esszék mellett azonban olyan írásoknak is helyet adnak, amelyek a fehérvári költők verseit mutatják be. Bakonyi István, aki az idén töltötte be a 75. évfordulóját, az ő köszöntő blokkja az egyik fontos súlypontja ennek a négyes kötetnek. A búcsúztató Kalász Mártonról szól, és egy nagyon érdekes átkötéssel emlékfenntartó, emlékerősítő, ez pedig Román Károly tanárúról szól. A találkozón elhangzott a szerkesztőbizottság célja, hogy továbbra is bővítse a szerzők körét, teret adva a fiatal tehetséges lírikusoknak, illetve olyan határon túli alkotóknak, akik sokat tesznek az anyanyelvi kultúra megmaradásáért.